A bokort anyák a Tiszavasvári felé vezető 36-os főút jellegzetességei közé tartoznak. Ez a bekötő út is fontos helyszíne a Kovácsbokorban, Gerhátbokorban, Nádasbokorban és nem utolsó sorban a Rókabokorban élők számára. Korábban itt a murvás és egyenletlen talaj megnehezítette a közlekedést, a jövőben azonban több mint 2 kilométer hosszúságban teljes mértékben felújított útszakasz áll a helyiek rendelkezésére. Nekik a város, a belváros mindig távolabb van ebből a szempontból. Úgyhogy én azt mondom, hogy Nyíregyháza sokat tett ezen a területen, én magam is ezért dolgozom, hogy az itt élők infrastruktúrája javuljon, az életminősége javuljon, és Nyíregyháza egy kormányzati pályázat keretében 5 milliárd forintot nyert el külterült útra fejlesztésére. Szerintem ez érezhető változás lesz, ennek a munkának a kezdete már elérkezett, a jövőben pedig remélem minél több ilyen aszfaltozásra, patkázásra sor kerül. A Rókabokori bekötőút 4 méter széles új burkolatot kapott, a biztonságos kétirányú közlekedés érdekében pedig az út mindkét oldalát mészkő zúzalékos patkával látták el. A beruházáshoz a Magyar Falu Program biztosított forrást, ennek keretében pedig a közeljövőben több ehhez hasonló külterületi út is megújul a megye területén. Ennek a programnak a keretén belül a megye országos közúthálózatán 770 millió forint értékben 21 kilométeren tudunk burkolatfelújítási munkákat végezni, és további 19 kilométeren az éves üzemeltetési és fenntartási tervünk terhére további 19 kilométeren 720 millió forint értékű felújításokat tudunk 2021-ben elvégezni. Ezen felül 3 nagy program keretében a Magyar Falu Program, a Kiemelt Társadalmi Igények Program és a Toppos Források keretében összességében az idei évben 19,8 milliárd forint értékű fejlesztési és felújítási munka kezdődik el. Ennek egyik fontos eleme Nyíregyházán a Tiszavasvári úti felüljáró rekonstrukciója, amit 1,7 milliárd forintból építenek újjá. Óvári László elmondta, ilyen jelentős forrás korábban nem érkezett még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe közútfejlesztésre. Ennek megfelelően a következő hónapokban sok helyen végeznek még munkálatokat, ezért a társasága arra kéri a közlekedőket, ezeken a helyszíneken fokozott óvatossággal vezessenek.